Jónapot kívánok, Olán János a vezetés vagyok, a rendőrfői kapitányságból. Éppen egy challenge akcióval veszünk részt, és a fiát igazoltattuk a városháza elé. Így zajlik egy rendőri igazoltatás, amikor csellengő diákokat keresnek a hatóság emberei. Az akció 2012-ben indult Nyíregyházán, majd kiterjedt a vármegye más területeire is. Azóta pedig rendszeresek a hasonló ellenőrzések, ma már minden kapitányság érintett a programban. Sőt, a vármegyei kormányhivatal igazságügyi és gyámügyi főosztályának munkatársai, valamint kapitányságonként a helyi család és gyermekvédelmi központoknak a dolgozói is közreműködnek. A cél az, hogy a iskola köteles fiatal diákok azok iskola időben, iskolában legyenek, és ha nem ott vannak, akkor elszámoltatjuk őket. Nyilván, hogyha gyermekkorúról beszélünk, akkor visszaszállítjuk az iskolába, hogyha nem tud igazolni a távol létét, a fiatalkor esetében pedig egy jelzéssel élünk az intézmény felé, hogy tudjon arról, hogy a diákja az tanköteles időben, az nem az iskolában volt engedély nélkül. A leggyakoribb kifogás az iskolától való távollétre, hogy egészségügyi problémákra hivatkoznak a diákok. Van, aki azt mondja, hogy egy másik oktatási intézménybe megy éppen iskola látogatásra, és van, aki ügyintézés céljából kéreckedett el a suliból. Ezt azonban hamar rövidre zárják a rendőrök, vagy a szülőt, vagy az osztályfőnököt, vagy az iskola igazgatóját hívják ilyenkor telefonon. Havonta általában két alkalommal van ilyen típusú akciónk a vármegyében. Gyakorlatilag mindig van, aki a szűrőn úgymond megakad. 7-8 diákat szoktunk általában nagy általánosságban igazoltatni ilyen alkalmakkor, attól függően melyik városról beszélünk. Nyilván Nyíregyháza nagyobb város, ezért nagyobb az esély arra, hogy ilyen diákokat találjunk. Abból a 7-8-ból 1-2 szokott, aki nem tudja igazolni. Persze lehet, hogy utóbb tudja igazolni, de akkor a rendőrségnek nem tudja igazolni. Nyilván a cél az, hogy senki ne legyen bűncselekménynek az áldozata fiatalként, illetve hát ne is kövessen el semmilyen jogsértést. Legutóbb szerdán ellenőriztek a rendőrök 24 diákot. Közülük 3 középiskolás nem tudta igazolni távollétét, az ő esetükben értesítették az iskolát. Hasonló akciókat nem csak a közterületeken, az állomáson és plázák környékén is végez a hatóság.